Szerencsére a mai új autó kínálatban van néhány olyan modell, amiket mindig is szívesen szoktunk autós újságírók emlegetni, hiszen nagyon komoly múlttal rendelkeznek. Elég most csak a Volkswagen Bogarat emlegetnek, vagy a 911-es Porsche-t, ami nekem az egyik személyes kedvencem. De ha kisebb autókról beszélgetünk, például a Fiat 500 is, és nagyon jó kis autó volt annak idején és most is, hát ez a Mini is. Ugye nem véletlen a Minit hagytam a végére, hiszen most kaptunk egy olyan Minit, ami azt gondolom, hogy nagyon csak elgondolkoztatott engem. Általában azért elmondható, hogy a mostani új, modernebb utódmodellek azért kevés dologban hasonlítanak a régi, legendás modellekre. Ugye ez a Mininél nem is véletlen, hiszen most már a BMW gyárti, tehát nem angolok. És azt gondolom, hogy filozófiában is egy hatalmasat váltott maga a márka, de ettől függetlenül ez még mindig egy ilyen kicsi, kocsi, hatású, nagyon élvezetesen vezethető, divatos, hangulatos kis autó volt egész mostanáig. Azonban pár éve elkezdték kitalálni, hogy már nem csak egy háromajtós modellről beszélhetünk, hanem már csináltak roadstert és kupét is. Ugye van a Countryman, amivel a Rally világbajnoksággal is versenyeztek, amúgy egy ilyen kis crossover hatású dolog. És ugye volt a klasszikus Clubman-nek is utódja, most azonban létrejött egy számomra teljesen érthetetlen modell, ez pedig az ötajtós Mini. Ugyanazt a vezetési élményt, ezt a nagyon kemény rugózás, stb. Átvette. Szerintem ezt a formát ezzel a kis nyújtással, hiszen belenyújtottak egy szép hosszú 7,2 cm, ugye ez a tengelytávnyúlás, és 16 cm a hosszabb maga az egész modell. Persze így is rövidebb, mint 4 méter, de azért mégiscsak ez egy nagy Mini lett. Ez a nyújtás abszolút nem használt a formájának. Annó a szalonon azt mondtam, hogy nagyon-nagyon nem tetszik, most már egy picit szoktam a formáját, és láttam más színekben is, és így már azt mondom, hogy azért elviselhető, de abszolút nem vonzódnék hozzá, pedig az összes többi ilyen alap is mindig is szerettem. Ettől függetlenül ez egy jó autó, azt mondják, hogy egy 5 személy számára is elérhető, valóban hátul nőtt ugye a láttér, ugye a korábbi kicsi Miniből azért hát nem nagyon lehet magam mögé beülni, most már ezt meg tudom tenni, persze nem kényelmesen. A fejtér is nőtt, úgyhogy nem a fejtérrel van a gond, de azon a lábam azért nem mindig fér el. Maga az ajtó is elég kicsi a hátsó nyílás, tehát az is lehetett volna egy kicsit nagyobb, de hát ugye a túlzásban nem akartak menni a méret növekedésnél. És a nagy előnye még, hogy 67 literen nőtt a csomagtartó, úgyhogy így már majdnem 280 literes. A motor kínálat az igazából megmaradt, tehát nagy újdonságról nem beszélhetünk. Ugye van az 1.5 literes, 3 hengeres, 130 lóerős benzines, a Cooper-esbe ugye van a 2 literes, 192 lóerős benzines, és a dízel kínálat azért érdekes, mert ott van egy ilyen új 1.5-ös, 115 lóerős turbodízel, plusz amiben most ülünk, ez a Cooper SD nevezetű modell, ez már 2 literes, 170 lóerős turbodízel. Persze a BMW-nek van ennél erősebb 2 literes dízel motorja, de azt gondolom, hogy ebben a méretű autóban ez is sok. És nem véletlen mondom, hogy csak ugyanis járkáltam vele elég sokat csúszós utakon, és bizony azért ez a hatalmas nyomaték 350 Nm, ami megjön így hirtelen, az azért kanyarokban nem feltétlenül kényelmes. Nagyon hamar elpörögnek a kerekei. 7,3 másodperc alatt gyorsul egyébként százra, ha valakit ez a pusztán ez a száraz adat ez érdekel, és 2,25 a végsebessége, de az egyiket nem sikerült ilyen csúszósabb talajon reprodukálnom, a másodat meg nem is akartam, tehát aki ilyen autóval még 2,25-t, az már biztos valami vakmerő ember. Ettől függetlenül nagyon kellemes, én valószínűleg a kisebb dízellel választanám, hiszen akkor talán még kevesebbet fogyaszt. Most kereken 6 liter jött ki így városi, túlnyomó rész városi használatban, ami azt gondolom, hogy azért nem sok. Nincs olyan konkurens szerintem a ilyen kisebb élményautók között, amelyik ilyen erős dízellel és azt a hangulatot hozná, úgyhogy nagyon nehéz bármihez is hasonlítani. A rendes, hagyományos áramajtos Minihez lehet, annál 260 ezer forinttal drágább, szerintem ez nem egy vészes felár, ha valakinek ez a forma bejön. És hát talán annyit még azért említsünk meg, hogy egy ilyen Cooper SD az több mint 7 millió forintról indul, és ezért egy jó felszerelt az majdnem 10 millió, ez meg kicsit azért értelmezhetetlen. Persze az ilyen prémium vásároknál ez nem akadály, úgyhogy ha valaki ebbe az autóba szerelmes, nem tudom róla lebeszélni, de én nem azt kaptam, amit vártam, és igazából szerintem nem is volt szükség erre a modellre, de majd a fejlemények bebizonyítják, hogy a Mininek volt igaza, vagy nekünk.